Egy régi tapasztalat az, hogyha egy politikusnak, egy vezetőnek otthon nehézségei vannak, akkor ellenségeket kerget, és akkor velük hadakozik, és akkor egy olyan benyomás keletkezik, hogy hát milyen jól végzi a munkáját. És Orbán Viktorra is nagyon gyakran, sokáig mondták, hogy jó, hát nem jó ember, meg a demokrácia, meg ez, meg az, de mondták, kormányozni azért tud. És most, amikor jött a Covid, amikor jön a válság, akkor egyszer csak kiderül, hogy a király mesztelen, és fogalma nincsen arról, hogy a kormányzás szakmai értelemben mit jelent, hogy hogyan lehet egy állam erőforrásait úgy szétosztani, hogy a lehető legjobban segíts a nemzetén. Nem tudom, hogy a szándék hiányzik, vagy pedig a képesség hiányzik, vagy mind a kettő hiányzik, de olyan miniszterelnököt még a világ nem látott, amely egy világgazdasági válságnak a csúcspontján úgy dönt, hogy egy telefontársaságot vesz magának milliárdokért, ahelyett, hogy segítene azoknak, akik bajban vannak, akik nem tudják a közértben kifizetni a harmadik kiflit, ezért csak kettőt tesznek a kosárba. Tehát kiderült, hogy a király mesztelen, és ahogy ezt az ország egyre világosabban megérti, úgy közeledik Orbán végórája. Én alig várom.